oda megyek a könyves polchoz, meg lehet ítélni azt az embert, aki ez a könyves polc. Nem az, hogy milyen, hogy jó ember vagy nem jó ember, hanem azt lehet megítélni, hogy mi az olvasottsága neki. Ez nagyon fontos művelődés történeti szempontból. Nagyon sok emberhez ez hozzátehet, néha én azt mondom, többet, mint a kortársainak az elbeszélései. Bíró Márton is tudatosan törekedett arra, hogy a könyvtára később a püspöki, az egyházmegyei könyvtárnak az alapját képezze. Tehát egy közösségi szolgálatot épített tulajdonképpen az ő gyűjteményét, és úgy is gyűjtött ezt a könyvtárat különben, hogy a közösséget szolgálja. Könyveknek milyen sorsa tud lenni igazából, meg hogy mennyi mindent tudunk meg egy könyvből. Például itt ebből a könyvből azt, hogy mi történt itt az apátságban. Így néz ki ez a könyv. Töltény, golyó,